Sziasztok! Üdvözlök mindenkit szeretettel a Nyereg alatt pizza filmes blogon. Sergio Leone 1964-ben elkészítette a Maréknyi dollárt, ami elsöprő siker lett. Bár nem az első spagetti western volt, de abban a tekintetben elsőnek mondható, hogy hangos nemzetközi sikert ért el. Ezt követően a spagetti westernnek éveken át meghatározó szereplők lettek a mozik palettáján, mely tendencia a 70-es évekig nyúlt. Az olaszok bebizonyították, hogy jó western tudnak készíteni, és Rómában csörgött is a telefon, hogy a szélesebb közönség vevő erre, és kevesebb mint 10 év alatt az olaszok több száz spagetti westernt forgattak le, és bebizonyították, hogy bizony lehet rájuk számítani. Luciano Vincenzoni, akit a Strip Dottore néven is emlegettek, a forgatókönyvet mindössze 9 nap alatt írta meg. Az utómunkákat rajta Sergio Donati fejezte be, ami biztos lett, hogy nagyobb pénzkeret állt a direktor úr rendelkezésére, és egy egész díszletvárost húztak fel Dél-Spanyolországban, mindemellett pedig sikerült szerződtetni az akkori kor színész palettájának krémjét, olyanokat, mint Klaus Kinski, Luigi Pistilli, és természetesen a két visszatérőt, Clint Eastwoodot és Gian Maria Volontét. Mindemellett sikerült még leszerződtetni a műfaj császárát, Lee Van Cleef-et. Hogy érzékeltessen mennyire nagy név, Lee Van Cleef tömérdek spagetti westernben szerepelt, s bár a műfaj népkép skatujába szorította őt, cserébe viszont a királyává válhatott. Vele készült el a Dollár trilógia második része, melynek címe Per qualche dollaro in più, vagyis magyarul egy pár dollárral többért, 1965-ből. Sergio Leone nagyon bölcsen használta fel a produkció anyagi forrásait. A maréknyi dollár esetén a kisköltségvetés véget azért volt egy klausztrofóbia-szerű érzés, mintha az egész egy zsákfaluban játszódna. Itt ez már nincs. Az egész környezet kopár és nagy, gyönyörű vadnyugati városok, gőzmozdony, kocsmák zongorával, örömlányok, viszki, lovak. Itt már kitágul az egész élmény, nagyobb teret kapunk. Fontos hangulati alalék, hogy Ennio Morricone mennyire tesztoszteron szagú zenét komponált a dorombbal és a furujával. Nagyon pazar aláfestés. Ebből következik, hogy valami elsöprő a hangulat, amit magában hordoz. Végig megtartja komolyságát és keménységét, és pont addig kemény, ameddig a realitás talaján megáll. Nagyszerűnek tartom a film dinamikáját is. A három fő karakter nagyszerű belépővel nyit, és érthető motivációval rendelkezik. A történet röviden, két fejvadász szedegeti a vérdíjakat, az egyik Monko, a szerepben Clint Eastwood, a másik pedig Douglas Mortimer, a szerepben Lee Van Cleef. Indio, akit Gian Maria Volonté alakít, kiszabadul a börtönből, és a két férfi a nyomába ered. Mindemellett szeretném megegyezni, hogy Indio karaktere már jóval komplexebb, és talán az egyik legjobban megírt negatív karakter a műfajban, érzékelhető a személy belső lelki gyötrelme. A durva, cinikus felszín alatt lelkiismeret furdalást lapul, mert ugyan nem mond ki, de érezteti velünk. Konkrétan a karakter viselkedése lélektani szinten mutatkozik meg előttünk. Gian Maria Volonté játéka egyértelműen lép egy szintet a marék dollárhoz képest, és ebben a forgatókönyv is kisegíti. Van a karakterében olyan fajta eszelős attitűd, ami egész egyszerűen félelmetessé teszi. A Clint Eastwood által megformált Monko még egy fokkal marconább, és itt már sokkal kezdeményezőbben osztja a golyókat és a pofonokat, mint az előző filmben. Lee Van Cleef karaktere pedig egyszerre felel az érzelmi töltetért és a tanító öreg pisztolyhos szerepért. És ebből kifolyólag fontos elem a dráma, számomra a három film közül itt válik a leghangsúlyosabbá, és most a személyes drámára gondolok. Intelligensen építkezik, bár ez egy Leone alkotás esetén nem meglepetés. Különös vonása, hogy nincs női szereplője. Ez nem azt jelenti, hogy a nőt nem tiszteli az alkotás, mert mint bosszú indíték megjelenik, de ez egy férfiakról, férfiaknak szóló mű. Ha megfigyeljük, egy pillanatnyi tökölés, ijedezés, hisztizés vagy gyámoltalan viselkedés sincs az egész két óra alatt. Ez bizony kőkemény tanmese arról, hogy mit jelent az a szó, hogy férfi. Egyszerű példa, hogy egy igazi férfi hogy mutat ki érzelmeket. Továbbá nagyon tetszett, amilyen módon az egész sztori felépül, és a karakterek ütközése is parádésan megírt. Nekem nagy kedvence Monko és Mortimer ezredes éjszakai találkozása, illetve Leone profizmusa, ahogy úgy sejteti velünk Mortimer motivációját, hogy a csattanót csak a legvégén süti el. És akkor még említést kell tenni a fantasztikus végső leszámolásról is. A pár dollárral többért több mint fél évszázados kola ellenére is tele van ikonikus, csontbamaróan epikus jelenetekkel. Nagyon tetszik, hogy minden mozzanat mennyire kifinomultan van tálalva. Nagy kedvencem, hogy Indio a széfről mesél a szószéken, egész egyszerűen zseniális.
igényesen és feszesen tálalt akciók, keretbe foglalva egy nagyon jó történettel és egy olyan lezárással, ami évek múltán sem ereszt el. A mai napig lenyűgöz. Egész egyszerűen lebilincselő és megunhatatlan. Nálam 98%, mert nagyon nehéz a legjobbak között különbséget tenni, és aki nem látta még, feltétel pótolja be, mert ez egy kihagyhatatlan élmény. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, buona giornata a tutti!